véremmel írok. A magyarság csillaga felemelkedőben van, fogalmazott Dömötör Csaba. A magyar miniszterelnöki kabinetiroda miniszterhelyettese ünnepi beszédében elmondta, nekünk magyaroknak mindig is tehetségünk volt a szabadsághoz. Tudtuk, hogy a szabadság nem egy állapot, ahova eljuthatunk, hanem létforma, mert a szabadság mindenütt egy egyszerű kérdés, tette hozzá Dömötör. Mi döntünk a magunk életéről, vagy valaki más? És ez a kérdés nem csak nekünk, magyaroknak húsba vágó, mert legyünk akár magyarok, szerbek, horvátok, vagy más nemzetek Közép-Európában, legyünk akár katolikusok, protestánsok, vagy ortodoxok, minden viszontagságaink ellenére tapasztalataink közösek. A történelem viharai megtépáztak minket, de megtörni nem tudtak, pedig akartak. Nagyhatalmak oly sokszor rajzolták át Közép-Európa térképét, és amikor azt hittük, hogy sokkal rosszabb már nem lehet, hát lett. A második világháború után így dobták oda népeinket a kommunistáknak. Szívfájdalom nélkül, a birodalmak hegykeségével. Legyen ez örök tanúság az itt élőknek. Dömötör Csaba azt üzente, az elmúlt 10 év azt is bizonyította szomszédainknak, hogy ha a magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nem csak nekünk jó, hanem nekik is. Magyarország minden korábbinál látványosabban tud kezet nyújtani a külhoni magyar közösségeknek. A magyar nemzet 1956-ban nem csak a függetlenségét, szuverenitását akarta visszakapni, nem csak a szabadságáért harcolt, hanem azért is, mert elviselhetetlennek érezte az arc nélküliséget, amivel az elnyomás okozta félelem rajzolt egyforma állarcot minden emberre, mondta ünnepi beszédében Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hozzátette, a magyar 56 arról szól, hogy a magyar nemzet tagjai, fiatalok és idősek, munkások és értelmiségiek, földművesek és kisemmizett kulákok, vidékiek és fővárosiak, vagyis a nemzet egésze föllázadt az ellen, hogy mások mondják meg, mi a jó nekik, hogy mások döntsék el helyettük, mit is jelent a szabadság és függetlenség. A magunk részéről ragaszkodunk a történelmünkhöz és azokhoz az ünnepekhez, amik a nemzetet erőssé, büszkévé, összetartóvá kovácsolták. Ragaszkodunk a történelem fájdalmas és magasztos pillanataihoz, de még ahhoz is, hogy többet ne törölhesse el senki a múltat, ne temethesse el jeltelen sírokba a hősöket, ne fordulhasson szembe felelősségre vonás nélkül egyetlen vezető sem a nemzetével. Számunkra 1956 ennek az ünnepe is. A tömeg és a nemzet között az a különbség, hogy a nemzet ragaszkodik a csak is rá jellemző és hozzá köthető jegyekhez, ahogyan a történelméhez is, múltjához is. És ezáltal a jövőjéről sem akar lemondani. 1956. október 23-a ennek is ünnepe. Az ünnepi beszédeket követően a résztvevők megtekinthették a Zentai Magyar Kamaraszínház ünnepi műsorát Önkéntes Magány 1956 címmel Viser Johann rendezésében. A fiú nem értette a válaszom, és megismételte a kérdést.